Üdvözlöm, kedves barátaim! Örülök, hogy újra találkozunk, és most újra tovább beszélünk a Bhagavad Gita érdekeségről, bölcsességről. Egy kis intro után visszatérek, és beszélünk. Menjen! Okay, itt vagyunk. Bhagavad Gita-nak most a 7. fejezetről beszélek. Itt van a Bhagavad Gita-m. Írjátok kommentekbe, ki már rendelkezik Bhagavad Gita-val. Írjátok kommentekben, akik már el is olvasták. És írjátok a kommentekbe, aki nem értette belőle semmit. Azt is írjátok, ki az, aki érti, kinek. Ez egy segítő könyve. Kíváncsiak vagyunk. Most itt pont az élőbe nézünk a kommenteket, és a legizgalmas kommenteket megpróbáljunk megjeleníteni nektek itt a videó alá, vagy közben. 7. fejezet Bhakti Yogáról tanít, és mond, hogy kik azok a személyek, akik sose tudnak megoldani, keresnek a megoldást, próbálnak megoldani, de nem tudnak megoldani az életüket. De van 4 kategória ember, akik meg tudnak oldani az életüket, élet minden problémáját, vagy feladatját, vagy mindent. És ez olvasható 7. fejezetben, 16. versben. Itt most látjátok a képernyőkön, ami én fogok közben mondani a szanszkritot, te olvashatok magyarul. Chaturvidhaba jantemam gyanam janasu kritina arjuna arto jigyasu artarthi gyani chabara darshaba. Krishna mondja, hogy azok a személyek, akik 4 kategória, chaturvidha, tudd meg, hogy erről a 4 emberről, és akkor mondja, kik azok. Van a fő kategória, és utána van 4 kategória. A fő, ez a szukriti, jámbor emberek. A emberek, akik jámborok, az azt jelenti, akik bíznak és hisznek Istenbe, hogy Isten leghatalmasabb, mindenre képes, mindenható, és ő biztos tud segíteni. Ezen kívül van másik kategória ember, akik duskrita, akik nem rendelkeznek jámbor cselekvésének a bankszámlájával. Ezek a személyek mondják, hogy én csak ezzel a 2 kézzel meg tudok oldani. Vagy csak a pénz a megoldás, a hatalom a megoldás, vagy a tudás, és ők próbálnak bízni csak a saját erőfeszítésében és a saját intelligenciában. Ezért általában el fognak tévedni, meg végtelenségig nem lehet megoldani a dolgokat magamra csak bízva. Mert ember korlátozott, és ember tökéletlen. Ez az egyik kategória, a duskrita, akik nem rendelkeznek jámbor karmával. A másik, aki szukrita, jámbor karmával rendelkező személyek, ők következőek. Itt, amit olvashatunk, azt mondja Arta, a szenvedő, akik szenvednek. Artartha, azok, akik gazdagságra vágynak. Jigyasu, akik kíváncsiak, hogy mi van élet után, van-e Isten, és további ilyen karmáról kíváncsiak. És ugyanakkor vannak gyáni, aki filozófiai beállítottságú, és ők akarnak lelki tudást, arra vágynak. Szóval 4 személy. Ezek a 4 személyek, hogyha megint nézzünk az árta, ember, aki szenved, és gondolja, hát én nem tudok, én teszek erőfeszítést, de tudom, hogy ez egy kevés, csak én, nekem, én bízok és hiszek, hogy Isten is tud segíteni, és akkor úgy Istenhez fordul ember, hogy megszabaduljon a szenvedéstől. Aki a gazdagságra vágyik, ő is
nem csak a saját erőfeszítésben hisz és bízza, hanem ő bízik és tudja, hogy a lehetőségeket, hogy gazdag legyek, lehet, hogy én keresek meg, de ezeket a lehetőségeket, ezt Isten nekem ad, és ő Istenhez fordul. Bhakti jogát kezd gyakorolni. Ez a artha, jigyasu, akkor kíváncsi ember, aki van, akik kevésbé jámborok, ők az ezotériával jobban próbálnak foglalkozni, a rezgések, vibrációkkal, de sokszor nem tudnak túllépni. Nekik az Isten ez a ennyi maradt, csak hogy vibráció, rezgés. De a jámborabb, szukriti, ők mondják, jó, biztos vannak, és láttam és tapasztaltam, hogy van energiák, vibrációk és mindenféle másféle dolgok, de szeretnék megtudni, ki a forrás. Biztos Isten mindeknek a forrása, és ő kicsoda. Hogyha ilyen csodálatos dolgok vannak körülöttem, akkor én kíváncsi vagyok, milyen csodálatos lehet Isten. Ez a kíváncsi. És akkor a gyáni, aki a filozófiai beállítottságú, ő próbál keresni mindig egyik kérdésre válasz, utána a másikra, honnan, ez honnan. Például egy védikus rendszer kérdőrendszer ilyen, hogyha mi vizsgáljunk a bútort. Nekem kell bútor, de akkor honnan van a bútor? A bútorboltból. Rendben van. Akkor mi a forrás a bútornak, ami a boltban van? Honnan kerül boltba a bútor? Gyárból. Elmegyünk a gyárba, igen, ott van a bútor. És honnan van ott a bútor? Hát a fából megcsinálják. Rendben. Honnan van a fa? Keresünk a fának a forrását. Hát erdőből, elmenjünk az erdőbe. És onnan van az erdő, és ami az első forrás a fának? Hát Isten. Most rövidetett rendszert bemutatom, de a filozofikus emberek így kérdésről kérdésre közelítenek Istent. Ezek a gyánik, a tudásra vágyó személyek. Így röviden összefogjunk, hogy mindenki, aki jámbor karmával rendelkezik, neki már ott van a szívében ez a tulajdonság, hinni és bízni, hogy Isten egyetlen egy forrás, ami mindent meg tud nekem oldani, segít nekem, ebben tökéletesen hiszek, tökéletesen bízok, és szeretnék ezzel élni, ezt használni. Így tanítja ez a vers Bhagavad Gita-ból azok, akik szintén ezt tapasztalják, akkor lájkoljátok a videót, és ami még egy fontos dolog, hogy lehet látni másokban, hogy mert sokan mondanak, igen, én hiszek, én bízok, de van egy tulajdonság, hogyha már erről beszéljünk, melyik alapján tudjunk megvizsgálni magunkat, vagy a másokat, hogy ő tényleg hisz, tényleg bízik, vagy csak a szöveg. A tulajdonság az, hogy ő nagyon tiszteli, amiről beszél. Hogyha valaki hisz Istenbe, akkor ő minden, ami vele kapcsolatosan, nagyon tisztellettel áll hozzá. Könyvekkel, a személyekhez, akik képviselnek ezt a tudást, akkor nagyon tiszteli őket, könyveket, és minden, ami ezzel kapcsolódik. Szóval ez a tisztelet tulajdonság, ez elárulja az embert, hogy ő rendelkezik-e tudással, bizalommal, vagy nem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, majd folytatjunk, majd találkozunk, írjátok kommentekben, hogy hogyan ti éltetek meg a mostani kis beszédünket, amit prezentál nekünk Bhagavad Gita 4 szeméről, és majd találkozunk. Hare Krishna!